Tamásiban, a Honvéd Hősök sírjánál vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának városi megemlékezése. A temetőben a város és az intézmények vezetői helyezték el az emlékezés virágait. A település művelődési házában került sor az ünnepi műsorra, amelyet idén a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium állított össze Lélekláng a tavaszban címmel. A város polgármestere hangsúlyozta, büszkén mondhatjuk, hogy a magyarság 1100 éves történelmének egyik legszebb fejezete a 48-as forradalom. Ahogy mondta, a magyarok milliói hittek a szabadság eszméjében. Akik nemzetőrként, honvédként harcoltak Isaszegnél, az erdélyi Nyergestetőn, a felvidéki Branyiszkói hágon, vagy a délvidéki Szent Tamás erődjénél. Először a magyar történelem során közös célért küzdött nemes, jobbágy, polgár. Először a magyar történelemben fontosabb volt a magyar nemzet szabadsága, mint a társadalmi helyzet, vagy a vallási hovatartozás. A béketörékeny, megtanultuk a 20. század történelméből, folytatta megemlékező beszédét a település vezető. Nap mint nap látjuk a közvetlen szomszédunkban azt, hogy a háború milyen szörnyű pusztítást okoz. Évszázadok alatt mi magyarok azt is megtanultuk, hogy soha nem dőlhetünk hátra, mert hol keletről, hol nyugatról, hol egyszerre két felől, mint 1848-49-ben, leselkednek ránk ordas eszmék, nagy ragadozók, mint a sas vagy a medve. Az ünnepi esemény koszorúzással ért véget a Kossuth-téri Petőfi emléktáblánál.